Önök a Pécs TV napi hírműsorát látják pont ma, március 25-én hétfőn. Köszöntöm nézőinket! Sokak összefogása révén alapítványi segítséggel egy újabb életmentő műszerhez jutott a Pécsi Gyermekklinika. Az inkubátort a hétvégén adták át, rövidesen az újszülöttek, koraszülöttek egészségét, felgyógyulását szolgálhatja. A pont ma vendége lesz Adamovics Károly, a Perinatális Intenzív Centrum vezetője, akitől további részleteket is megtudhatnak majd. A következő 45 percben természetesen képet kaphatnak az elmúlt hétvége és a mai nap további fontos pécsi eseményeiről is, és az égbolt titkaiból is ízelítőt nyújtunk a csillagászati világnap apropójából. Stúdiónk vendége lesz Nagyváradi László. Vasárnap megnyílt a 17. országos kerámia biennálé és a tavalyi első díjas Gessler Mária kiállítása. A rangos művészeti eseményről készített összeállításunkkal zárjuk mai hírműsorunkat. Ezt kínáljuk Önöknek pont ma, tartsanak velünk! S ha kérdésük, észrevételük van, hívják a képernyőn látható telefonszámainkat, de SMS-ben is fordulhatnak hozzánk. Ha pedig további részletekre kíváncsiak, az interneten is megtalálnak bennünket. A www.mecsekportál.hu címen kattintsanak a Pécs TV oldalaira. Az országban számos civil szervezet és alapítvány dolgozik azért, hogy könnyebbé tegyék az igen nehéz helyzetben lévő egészségügyi intézmények helyzetét. Tevékenységük révén sokszor nélkülözhetetlen eszközökhöz jutnak a klinikák, kórházak. Ezúttal sokak összefogása révén egy inkubátorral lett gazdagabb a Pécsi Gyermekklinika. Mindenki elgondolkodott már azon, mit is szeretne, ha lenne három kívánsága. A gyermekkórházak dolgozói valószínűleg olyan készülékeket kérnének, amelyekkel sok gyermek életét meg lehet menteni, illetve könnyebbé lehet tenni. Eddig 6 kórháznak teljesült az álma, ugyanis a három kívánság és a csecsemőkor alapítvány egy-egy inkubátort adományozott az intézményeknek. Az országban 7. a Pécsi Gyermekklinika is megkapta a várva várt mindennapos használatú műszert, amihez az alapítványokon kívül dr. Toller László polgármester, dr. Szili Katalin az országgyűlés alelnöke és dr. Kékes Ferenc a Baranya megyei közgyűlés elnöke is hozzájárult. A március 22-i jótékonysági műsorral egybekötött átadáson dr. Adamovics Károly, a gyermekklinika osztályvezető főorvosa elmondta, hogy az új műszer nagy segítség nem csak a pécsi, de a régió összes beteg, illetve koraszülött gyermekének szakszerű ellátásában. A pont ma vendége a Pécsi Gyermekklinika Perinatális Intenzív Centrumának vezetője, dr. Adamovics Károly. Sok szeretettel köszöntöm. Jó estét kívánok. Sikerült-e már üzembe állítani az inkubátort? Hát még nem sikerült üzembe állítani, ennek bizonyos procedúrája van, de hát remélhetőleg hónapi nap ez meg fog történni. Most jelenleg hány inkubátor működik a klinikán önöknél? 15-16 inkubátorunk van, amelyek szám szerint nem olyan rosszak, de hogyha azt is megnézzük, hogy ezek az inkubátorok igen öregek már, vannak köztük 12-13 éves inkubátorok is, sőt ennél öregebb is néhány, akkor mindjárt más a helyzet. Hát akkor azt nem lehet mondani, hogy ez csak csepp a tengerben, hanem igenis fontos segítség, hogy van egy újabb ilyen eszköz. Ez egy fontos segítség, egy újabb lehetőség arra, hogy egy új, kevesebb hibával járó műszert használhassunk. Hogy mindez hogyan is működik a gyakorlatban, természetesen arra is kíváncsiak voltunk, hiszen délelőtt stábunk a gyermekklinikán járt. A gyermekklinika újszülött osztálya jelenleg 14 inkubátorral rendelkezik. Ez a szám nem tűnik kevésnek, viszont az itt található inkubátorok nagy része még működőképes, ám idős felújításra szorul. Az inkubátor egy mindennapos műszer a klinikán. Ebben lehet ugyanis a beteg és kritikus helyzetben lévő gyerekeket olyan mértékben megfigyelni és ápolni, amit az ő állapotuk megkíván. Az inkubátorban már elvenve kisebb a súlyuk, akkor ők betegebbek is, jobban oda kell rájuk figyelni, meg hát az inkubátorra is, hogy a hőjét, hogy mennyire tartja, és ezt szabályozzuk, mert ugye elég labilis koraszülöttek hőtartása. A gyermekklinikán található a városban az egyelőre egyedülálló újszülött mentő inkubátor is, ahová születés után édesanyja anonim módon behelyezheti nem kíván csecsemőjét. Ez a készülék 3,5 éve áll a gyermekklinikán. Ez idő alatt 3 csecsemő életét mentette meg, akik most az inkubátornak köszönhetően nevelőszülőknél élnek. Az új inkubátorok ára nagyon magas. Típusuktól függően 2-től 10 millió forintért vásárolható meg darabjuk. De nem csak ez az egyetlen készülék, amire az újszülött osztálynak szüksége volna. Hanem még mire?
Hát gyakorlatilag nagyon sok műszerre, betegőrző monitorokra lenne szükségünk, további inkubátorokra lenne szükség, lélegeztetőgépeink is elég öregek, korszerűbbek kellenének. Tehát gyakorlatilag az intenzív ellátás az egy nagyon műszerigényes szakterülete a medicinának, és ezen belül még azt is hozzá kell tenni, hogy ezek nagyon gyorsan változnak, és nagyon nagy a fejlődés sebessége, tehát ami tegnap vagy tegnap előtt még jó és modern volt, az lehet, hogy holnap már kevésbé az. A klinikának milyen lehetőségei vannak arra, hogy növelje a műszerparkját, hogy beszerezze a modern eszközöket és javítsa a régieket? Hát nagyon csekély, és sajnos itt egy óriási szereptévesztésről van szó, mert ma Magyarországon a kórházak és közte mi is civil szervezetek, civil kezdeményezések támogatásával próbáljuk a műszereinket beszerezni, és nem a fenntartóiktól kapjuk, tehát itt egy óriási szereptévesztés van. Hogyan működik ez a gyakorlatban? Önök keresnek alapítványokat, hogy ők próbáljanak meg önökön segíteni a műszerezettségen, vagy fordítva az alapítványok kutatják fel, hogy hol van leginkább szükség a segítségre? Is, tehát mind a két variáció fennáll, részben bennünket keresnek meg alapítványok, részben pedig hát mi próbálunk tájékozódni az országba, a városba, illetőleg hát magának az osztálynak is van egy alapítványa, és hát ez is sok mindent vett, például az elmúlt évben körülbelül 5,5 millió forintért a mi saját alapítványunk, a beteg újszülöttekért alapítvány vásárolt műszereket, és hát van egy olyan lehetőség is, mint ez a legutolsó inkubátor ajándékozás, amikor semmit nem tudtunk a dologról, és hát gyakorlatilag két nappal az átadást megelőzően kaptunk információt, hogy ez az inkubátor a miénk lesz. Mi volt az első gondolata? Lesz egy új inkubátorunk, és ennek örülök. Most hogyan tovább? Nyilván, hogy eddig is ugyanezek voltak a gondok, és folyamatosan önök is azon dolgoztak, hogy minél több műszer legyen. Mi lesz a következő lépés, amit szeretnének megtenni? Én azt hiszem, hogy ez nem rajtunk múlik. Ez rajtunk kívülálló dolog, amiben én bízom, illetőleg a kollégáim bíznak országszerte, hogy az új kormányprogram alapján most már a műszerek amortizációját is figyelembe veszik a kórházak költségvetésében, és ez reményeink szerint lehetőséget fog teremteni arra, hogy az előregedett, elavult műszereket pótolni tudjuk, illetőleg új modern műszereket tudjunk beszerezni. Persze a legmodernebb eszközök sem érnek semmit, vagyis nem sokat, hogyha nincs szakavatott személyzet. Hogyan állnak önök szakemberekkel, orvosokkal, nővérekkel? Ez a másik kérdés az egészségügyben, hogy vannak-e műszereink, elegendőek-e a műszereink, illetve van-e az, aki ezt kezeli. Ma már azt lehet mondani, hogy talán az elmaradás a műszerek színvonalában és a rendelkezésre álló műszerekben kisebb a nyugat-európai országokhoz képest, mint a személyzetben. Nagyon kevés nővér van országszerte, nagyon kevés az orvos, aki ezeket a műszereket, illetve a betegek ellátását végzi, és ebben legalább olyan fontos lenne előrelépni, legalább olyan fontos lenne javítani a beteg-nővér arányt, a beteg-orvos arányt, ami óriási előrelépést és minőségi előrelépést jelentene a gyerekek ellátásában. És ez megint egy olyan probléma, ami elsősorban nem önökön múlik, tehát nem házon belül lehet ezt megoldani. Így van, mert gyakorlatilag hát mi felvennénk esetleg nővéreket is, vagy az intézetvezető főnővér felvenne nővéreket is, de hát egyrészt nincs jelentkező, másrészt pedig hát olyan óriási munkát és felelősségteljes munkát kell végezni ezeknek a fiatal lányoknak, amit hát nem nagyon becsülnek meg anyagilag, sem erkölcsileg. Most már ezt is hozzá kell tenni, hogy nem csak anyagi megbecsülés hiányzik, hanem az erkölcsi megbecsülés is hiányzik, és igazából ez nem vonzó pálya. Megszállottak csinálják. Ahányszor én jártam az intenzív osztályon, a gyerekklinikán mindig teltház volt. Ez általános? Hát ez mindig hullámzó, azért vannak kicsit könnyebb időszakok, idézőjelben, tehát könnyebb időszakok is, amikor kevesebb, szám szerint kevesebb gyerek van, de ugyanakkor a bent lévőknek az állapota olyan súlyos, hogy azokra talán még jobban oda kell figyelni. És önök nem csak pécsi gyerekekkel, pécsi újszülöttekkel foglalkoznak, hanem az egész megyéből érkezhetnek ide ellátásra szorulók? Sőt, hát Tolna és Somogy megyéből és bizonyos speciális betegségek kivizsgálására, illetve ellátására, Dél-Dunántúl, sőt,
Nyíregyházától Székesfehérvárig és Győrtől Békés Csabáig is kapunk gyerekeket. Előfordulhat így hát, hogy hosszú utat kell megtenniük az újszülötteknek ebben a rossz állapotban. Megoldotta a szállítás? Szállításban is igen komoly előrelépés következett be az elmúlt év őszén, amikor is a Vita Humana nevezetű alapítvány révén a szállítás önállóan újszülött szállítása nőtte ki magát, és ezáltal az Országos Mentőszolgálat addigi áldásos tevékenységétől külön tudtunk válni, hiszen az OMSZ-nak 1001 más feladata volt, és van. Ezen belül egy volt az újszülött szállítás, most ez a külön szolgálat, ez egy önállóan csak az újszülöttekre specializálódik, és ennek a továbbfejlesztése van most folyamatban, amikor is ez egy országos hálózattá fog nőni. Én köszönöm szépen, és azt kívánom önnek, hogy még sok ilyen meglepetésben legyen része, hogy egyszer csak jön egy inkubátor, de leginkább azt kívánom, hogy ne kelljen ilyeneken gondolkodni, hanem minden feltétel adott legyen a gyógyításhoz. Köszönjük szépen. Köszönöm. Ma délelőtt egy égő pécsi családi házhoz riasztották a tűzoltókat. A Baranya megyei tűzoltóság ügyeletesétől megtudtuk, hogy a Hunyadi úti 34-es szám alatti épületben, a konyhában keletkezett a tűz, és feltehetően ez terjedt át a tetőszerkezetre. A helyszínre érkezett tűzoltók 11 órára már megfékezték a lángokat és eloltották a tüzet. Személyi sérülésről nem érkezett hír. A tűz okának vizsgálata még folyamatban van. A hétvégén több választási kampányrendezvényt tartottak a városban, folytatódtak a Vízvilág napjának rendezvényei. Roma teleházat avattak és a Szalagavató Táncfesztivál hagyománya is elindult. Ma aktuális adózási kérdésekről tartottak fórumot a kamarában és több bizottság is ülésezett. A gyors címszavak után következzenek részletes híreink a hétvége és a mai nap eseményeiről. A májusi társasági adóbevallásokhoz kapcsolódó tudnivalókról tartottak tájékoztató fórumot a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Ezen Cser Istvánné, az APEC Baranya megyei igazgatóságának kiemelt adózók ellenőrzési osztályvezetője elmondta, a társasági adó tekintetében a mikro- és kisvállalkozásokat érintő adóalap kedvezmény a legjelentősebb változás. Ennek értelmében az új, korábban használatban nem vett, és a vállalkozás tevékenységébe illő tárgyi eszköz vagy ingatlan beruházás értéke maximálisan az adózás előtti eredmény mértékéig levonható az adóalapból. Másik változás az, hogy megszűnt a kint lévő követelésekre létrehozott céltartalék, helyette az értékvesztés céltartalék kategóriát ismeri el a számviteli törvény. A fórumon a társasági adóbevallás változásai mellett a szakképzési hozzájárulás felhasználásának lehetséges módjairól hallhattak tájékoztatást a megjelentek. Hétfőn több bizottság is ülésezett a Városházán. A Közoktatási Bizottság tanácskozásán nagy vitát váltott ki az Eötvös József pedagógiai szolgáltatóval kötendő együttműködési megállapodás tervezete. Ennek értelmében az oktatási intézmények szakmai fejlődésének segítésére, az iskolák minőségbiztosítási rendszereinek kiépítésére, illetve a szakmai ellenőrzés biztosítására egy 9 évre szóló szerződést kötne a város. Az ellenzéki képviselők, illetve a pedagógus szakszervezetek ezzel szemben hangsúlyozták. Ezeket a feladatokat a város pedagógusai is el tudják látni, így felesleges egy ilyen, általuk piackorlátozónak minősített megállapodás megkötése. A testület emellett az iskolai és diáksport támogatási keretösszegének felosztásáról is határozott. Idén 35 iskola a normatív támogatáson felül összesen 29,3 millió forintot kap a várostól. A Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság a Közlekedési és Kommunális, illetve a Költségvetési Bizottsággal együttes ülést tartott. Ezen a Pogányi repülőtér fejlesztés második ütemének megvalósításához szükséges költségvetési átcsoportosítások mellett az ISPA pályázatok értékeléséről is határozott a testület. Ez szerint a város ISPA terv dokumentációit 4 cég készítheti el összesen 9,5 millió forintért.
A települési folyékony hulladék elszállításának díjáról is határoztak a testületek. A javaslat értelmében április 1-től 9,2%-kal emelkedik a szolgáltatás ára. A gazdasági bizottság ezt követően önállóan folytatta ülését, amelyen egyebek mellett elfogadta a Pécsi Temetkezési Vállalat tavalyi évről készített beszámolóját, majd zárt üléssel fejezte be munkáját. Március 25-én hétfőn tartotta soron következő ülését a Pécs-Mecsek-Szabolcsi településrészi önkormányzat a Városházán. Mint Simonovics Ferenc, a részönkormányzat vezetője elmondta, két fő napi rendi pont volt az ülésen. Egyrészt a Pécs-Mecsek-Szabolcsi szabályozási terv ismertetése, mely leginkább arra irányult, mennyiben fogja ez érinteni a már ott élőket, vagy az oda költözni szándékozókat. Hisz, mint köztudott, a város nyugati és déli irányba már nem nagyon terjeszkedhet, ezért a jövőben várható a keleti városrész foghíjas területeinek beépítése. Ezen felül a részönkormányzat tájékoztatást adott két ülés közötti munkájáról is. A közelgő országgyűlési képviselő választás előkészületi munkái miatt a Pécsi Okmányiroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy március 26-án kedden és március 29-én pénteken csak a halaszthatatlan, rendkívüli ügyek intézése esetén keressék fel a hivatalt. Ide tartozik a lakcímváltozás bejelentése, az elveszett okmányok pótlása, valamint az elkészült okmányok átvétele. A választási feladatok zavartalan elvégzése érdekében 2002. április 8-án hétfőn, április 16-án kedden, valamint április 22-én hétfőn szintén csak a legszükségesebb ügyekben fogadja az állampolgárokat a Pécsi Okmányiroda. Ezt követően a már megszokott ügyfélfogadási rend lesz érvényben a hivatalban. Hatalmas érdeklődés fogadta Pécset Orbán Viktor miniszterelnököt, aki választási beszédét a zsúfalásig megtelt Széchenyi csarnokban mondta el. A miniszterelnök az elmúlt 4 évet értékelve kiemelte a Széchenyi terv jelentőségét, amelyet korunk szimbólumaként értékelt. A jövőt illetően a miniszterelnök hangsúlyozta, 2004-ben az EU tagjai lehetünk, 2007-től euróval fizethetünk és 2012-ben olimpiát rendezhetünk, ha áprilisban a kormánynak szavaznak bizalmat a polgárok. Sokan szoktak úgy fogalmazni barátaim között, hogy talán nem is egyszerűen csak a következő kormányról szóló választás kérdése van itt előttünk, hanem a rendszerváltoztatás végének a kérdése. Sokan azt mondják, hogy lehet, hogy a soron következő választás lesz az, amellyel lezárhatjuk a rendszerváltást. A miniszterelnök szerint a rendszerváltás befejezése után pedig minden erőforrást az európai polgári jövő elérésére kell fordítani. Ha a jövőt a tervek mentén képzeljük el, akkor nem ő kopogtat a mi ajtónkon, hanem mi kopogtatunk a jövő ajtaján. A Centrum Párt kampánynyitó fórumán Raskó György elnökségi tag vázolta fel a szervezet agrár- és adópolitikáját. A párt az adótörvények radikális egyszerűsítését, alacsonyabb adók megállapítását és az önkormányzatoknak több decentralizált forrás juttatását szeretné elérni parlamentbe kerülése esetén. Emellett a mezőgazdasági bérlők helyzetének javítását és államilag garantált stabil agrárárrendszert valósítanának meg. A fórumon a 3-as számú választókerület jelöltjét is bemutatták. A Centrum konstruktív ellenzékre készül. Orvosként azt szeretném, ha szeretet, békesség és összefogás lenne minden ember számára. Tanárként azt szeretném, hogyha kevesebb tananyagot hatékonyabban tanítanánk. Ne vegyük el a gyerekek gyerekkorát. Esélyegyenlőséget kell biztosítani minden gyerek számára. Vállalkozóként pedig az adók és járulékok csökkentésével helyzetbe kell hozni a vállalkozókat, több pénzt kell adni az embereknek, hogy tudjanak vásárolni, beruházni, termelni, és így a gazdaság talpra fog állni. Fórumnapot szervezett szombaton az Etnikai Fórum Pécsi szervezete, ahol hagyományőrző együttesek bemutatkozása mellett megnyitották az első pécsi roma teleházat. A régió második hasonló, összességében 2 millió forintból megvalósult beruházásához a Széchenyi terv pályázatán nyert támogatást az Etnikai Fórum, mondta el Várnai Márton, a pécsi szervezet elnöke.
A Csaba utcai közösségi házban szombattól 5 komplett számítógép, 2 nyomtató és 1 fénymásoló várja azokat a környéken élő romákat és más nemzetiségeket, akik meg szeretnének ismerkedni a számítástechnikával. Az Etnikai Fórum pécsi szervezete felhasználói szintű számítógépes tanfolyamot szervez a közeljövőben, és még teljesebbé kívánja tenni bemutatkozását a világhálón, ahol a www.romacentrum.hu weboldalon érhető el. Szombaton tartotta soros ülését a Recski Szövetség pécsi szervezete. A találkozón jelen volt dr. Zimányi Tibor is, a szervezet országos elnöke. A megbeszélésen a fő téma a hortobágyi munkatáborokban sínylődők kárpótlása volt. Dr. Breyer Pál helyi vezető ismertette a 267/2000-es törvény határozatát, amely akkor nem ítélt meg támogatást a kényszertelepekre hurcolt egykori rabok számára. Örömmel tette közzé, hogy az új határozat szerint a még élő raboknak 20 000 forint havi támogatást biztosít mostantól a kormány. A gyűlés vendége volt Körömi Attila országgyűlési képviselő, akinek a vezetőség állítása szerint komoly szerepe volt a kárpótlás kivívásában. Hulladék gazdálkodási konferenciát tartottak a hétvégén a megyei önkormányzat tanácstermében. A fórumon részt vett Bokor Béla, a Baranya megyei közgyűlés alelnöke is. A tájsebészet elnevezésű országos akció ismertetését követően a megyek környezetvédő szervezetei mutatkoztak be. Ismertették eddigi tevékenységüket, valamint beszámoltak a térségükben tervezett akcióikról. A megbeszélésen szó volt többek között az illegális lerakók felszámolásának pénzügyi vonzatáról, valamint a hulladék gazdálkodási törvény alkalmazásáról is. Több mint 60 autós élt a lehetőséggel, és a Baranya megyei közlekedési felügyelet nyílt napján átvizsgáltatta gépkocsiját. Litter László járműfelügyeleti osztályvezető a Pécs TV kérdésére elmondta, a korábbi évekhez képest javult a nyílt napon megvizsgált autók műszaki állapota, most a gépkocsik 2/3 felelt meg a műszaki vizsgán, és csak harmaduknak kellett hiányosságokat pótolni. A nyílt nap programjában nem csak átvizsgálás, műszaki vizsgáztatás vagy zöld kártya kiállítás szerepelt, hanem az új környezetvédelmi igazolólap bejegyzésére is lehetőség nyílt. A január 1-től érvényes szabályozás értelmében ugyanis az újfajta zöld kártyával rendelkező gépjármű tulajdonosok csak a közlekedési felügyelet bejegyzésével kaphatnak gépjárműadó kedvezményt. Ilyen igazolásból egyébként 2 állítottak ki a szombati nyílt nap során, míg környezetvédelmi mérést 5 autón végeztek el. A csípős hideg és az erős szél sem riasztott el a túrázás híveit a Baranya megyei Szabadidősportszövetség idei szezonjának első kirándulásától, melyet az elmúlt évek szokásaihoz híven a pécsi vízműertével karöltve szerveztek. A Vízvilágnapja 2002 rendezvény sorozatában szereplő túra egy 12 kilométeres távot foglalt magába, mely a Bártfa utcai általános iskolai rajttal és céllal, a Misina, a Kistubes és a János Kilántó érintésével egy kiadós sétát jelentett a tavaszodó meccsekben. A kirándulók közt egész családok és főleg kisiskolások voltak, akiket az út végén Vízvilágnapi totó és ajándéksorsolás várt. A mostoha időjárás ellenére egy lelkes csapat gyülekezett a szombat délelőtti órákban Újhegyen. A 3 nap Újhegyért elnevezési akcióban a helyiek vállalták, hogy szabad idejüket feláldozva rendbe teszik környezetüket. Elsőként a játszótér tereprendezését kezdték meg, előkészítve az ünnepek utáni virágültetéseket. Az újhegyi akciót még a tavalyi esztendőben indította Sík László Lajos, a terület önkormányzati képviselője, idén pedig már a lakosok igénye volt az összefogás. A következő karbantartó nap az ünnepek után lesz, melyre továbbra is várják a lakosokat a szervezők a közös cél végrehajtása érdekében. A gimnázium megalapítása óta, tehát már 8. éve rendezték meg a hétvégén a Gandhi napokat.
A Gandhi gimnáziumban elsősorban roma származású diákok képzése folyik. Az intézmény nagy gondot fordít a cigányság kultúrájának megőrzésére, ezért a két nap alatt olyan hagyományos népi mesterségek is előkerültek, mint a kosárfonás vagy az üvegfestés. Mivel az indiai gyökerek megőrzése is az intézmény feladata, így a programsorozatban indiai ételek készítése, test- és arcfestés és ruhabemutató is helyet kaptak. Ezeken kívül diák ki mit tud, számítástechnika verseny és filmvetítések is szórakoztatták a tanulókat. Szintén a hétvégén küzdöttek meg az iskola tanulói a Gandhi futballkupáért is. Vasárnap este roma zenekarok koncertjei és táncház zárta a Gandhi napokat. Akad még egy-két zenész, aki eljut a tiszta forrásig, a faluba. Idézte Kodály Zoltán szavait Tillai Aurél, Lisztdíjas karnagy a 12. Pécsi Dalosnap megnyitóján, a sétatéri Kodály szobornál. A karnagy beszédében kitért arra, hogy a 75 évvel ezelőtti idézet napjainkban is aktuális, amikor a zenélés öröme, a házi muzsikálás és a kamarazene kiveszőben van. Kodály álma az éneklő Magyarországról sajnos még mindig nem valósult meg. A kórus hangverseny előtt a szervező Pécs Baranyai Kórus és Zenekari Szövetség, a Pécs Baranyai Kodály Társaság és a Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület képviselői elhelyezték koszorúikat a Pécsi Dalárda Apáca utcai emléktáblájánál. A program a Mátyás Király utcai általános iskola nagykórusa, a nyugdíjas pedagógusok barátság kórusa, a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziumának Laudate kórusa, a Komlói pedagógus kamarakórus és a Pécsi Kamarakórus műsorával folytatódott. Kozár Misleny adott otthont a hétvégén az első megyei szalagavató táncfesztiválnak, melyet dr. Kékes Ferenc a megyei közgyűlés elnöke nyitott meg. A rendezvényen a végzős középiskolások mutatták be szalagavató koreográfiájukat a szakmai zsűri előtt. A megmérettetésre mintegy 20 osztály 436 diákja jelentkezett. A versenyzők egyéni produkcióikkal, különleges ruhákban léptek a népes közönség elé. Óriási sikert aratott mind a latinos ritmusokra épülő tánc, mint pedig a rossz álomként megjelenő vízió, melyben egy osztályfőnök szembesül diákjai csintevéseivel. Az első megyei szalagavató fesztivál egy fergeteges bulival ért véget, ahol megválasztották a bálkirályt és természetesen a bálkirálynőt is. Kecses mozdulatok, felnőtteket idéző koncentráció, feszült és vigyázó szülői szemek, szigorú, de igazságosságra törekvő szakmai zsűri, no és az aprólékos precizitással felépített gyakorlatokat bemutató versenyzők. Ezeket láthatta a kívülálló, aki csak úgy becseppent a Pécsi Ritmikus Sportegyesület és a házigazda Jurisics úti iskola által rendezett ritmikus gimnasztika egyéni verseny megyei döntőjére, melyben valamennyi korosztály az óvodásoktól a középiskolásokig képviseltette magát. A modern kornak és talán a régi ízlésnek megfelelő zenére végrehajtott gyakorlatok, a precíz felkészülést és a bensőből vezérelt fegyelmezett végrehajtást tükrözték. A szer nélküli, valamint a szerrel bemutatott versenygyakorlatok nagy tetszést arattak a szülők és a szakmai zsűri szemében is. A részletekről, valamint a verseny további alakulásáról a Sportmagazin című műsorunkban és a sportinformációs oldalainkon számolunk majd be. A lelkesedés akárcsak a nagy csapatnál, a büntető előtti koncentráció is a felnőtteket idézi. Talán a labda nehezebb és a palánk is magasabban van, de aki magaslatokra tör, annak ugyancsak magasra kell emelnie a lécet. Rangos gyermek kosárlabda országos középdöntőt rendeztek Pécsett a Verseny utca tornacsarnokának sokat látott falai között, négy csapat részvételével, melyek az ország minden részéből érkeztek. Bár ezúttal az Autópark PVSK-nak a mérce túl magasnak bizonyult, a tehetségek bontogatják szárnyaikat, és ahogy mondani szokták, a jövő már körvonalazódik. A torna végeredménye egyébként a Kecskemét nyert, második a Csata DS-e, harmadik a Tatabánya, negyedik pedig az Autópark PVSK gyermekcsapata lett.
Az égbolton összesen 88 csillagképet láthat a figyelmes nézelődő. A csillagászat napja alkalmából tartott előadáson ugyan valamennyi csillagkép bemutatására nem vállalkozott az előadó, de a megjelentek így is megtudhatták a legfontosabb csillagképekhez, így például a göncölszekérhez vagy az állatövi jegyekhez kapcsolódó antik eredetű legendákat. Zsúfolásig megtelt a pécsi planetárium kupolaterme, ahol a Pécs-Baranyai TIT csillagászati szakosztálya szervezett előadást a csillagászat napja alkalmából. A résztvevők egy színvonalas előadás keretében ismerkedhettek meg az égbolton látható csillagképekkel és a hozzájuk tartozó legendákkal. Most márciusban még eléggé változatos az égbolt, azt lehet mondani, hiszen még nagyon szépen látszanak este a téli csillagos égboltnak a jelentős és fényes csillagképei, melyek hozzánk közeli csillagokból állnak, és így például este az Orion nevezetű csillagkép uralkodik a déli égbolton, ugye az a szép nagy négyszög és három darab övcsillaga egy vonalban, tőle kicsit lefelé, úgymond balra lefelé látható a Sirius, amit ugye mi népünk is nagyon tisztelettel emleget, mint Sántakata, aki viszi ugyebár az előbb mondott Orionnak, a vadásznak, a kaszásnak az ebédet, legalábbis nálunk magyaroknál. És hogyha már itt tartunk, akkor az esti égbolton észak felé, ami legnagyobb, tehát a magyaroknak a legnagyobb csillagképe is meglátható, ez pedig a csodaszarvas vagy aranyszarvas három görög eredetű csillagképből, vagy ilyen görög-római mezopotámia eredetű csillagképből lehet összerakni. Nagyjából már utaltam a vadászra, Orionra, aki ugyebár azzal henceget, hogy minden állatot legyőz, és meg is írtotta őket elég szépen, aztán utána őt a Skorpió győzte le végül is az istenek utasítására. Ő is fönt van az égbolton, ugye, mint állatövi egy. Aztán a másik, a mi aranyszarvasunk, ugyebár ő volt az, aki Hunort és Magyart, vagy Magort elvezette a mai birodalmunkba, és ők is fönt vannak, tehát Hunor és Magyar is fönt van, az ikrek jegye az, amelyet mi így tiszteltünk a régi időkben, és szintén fényes csillagokból áll az Orion fölött, tehát az is nagyon szépen látszik az esti égen. Az előadásból kiderült egyebek mellett az is, hogy a Sántakata nem egy rossz mozgású nőszemély, hanem a hivatalosan Siriusnak nevezett csillag magyar neve, amelyet azért kapott őseinktől, mert a légköri áramlások miatt úgy látszik, mintha bicegve tenné meg útját az égen. Az általunk göncölszekérnek hívott csillagképet pedig az antikvitásban azért illették a nagy medve névvel, mert egy Zeus által elcsábított, majd ezért Zeus feleségének, Hérának bosszújaként medvévé változtatott nimfát ábrázol, akinek a görög főistentől származó gyermeke is csillagképként lett híres. Ez a kis medve csillagkép, amely sokaknak tetszett. Éppen most ért véget az előadás, hogy tetszett? Nagyon tetszett, mert először voltunk itt, ami ugye elég baj, hiszen a pécsiek vagyunk, de hát már előbb el kellett volna ide jussunk. De azért a kislány szerintem ugyanúgy élvezte ezt az egész fantasztikus előadást. Neked mi tetszett a legjobban az előadásban? Hát az, hogy ilyen fekete sötétedésben voltak a csillagok, és akkor mondták, hogy milyen csillag, milyen csillagkép, az tetszett nagyon. Melyik csillagkép tetszett neked a legjobban? Van-e ilyen? Hát talán az a kis medve, meg a sárkány, az volt talán a legjobban látható. Nagyon tetszett az előadás. Annak idején én 80-as években jártam itt utoljára. 10 évig azt hiszem nem is működött ez a planetárium. A Pétert meg régebb óta ismerem, tehát szívesen jöttem újra meghallgatni. Melyik volt a legkedvesebb rész, mi az, ami a legjobban tetszett itt a látványos előadás során? Legjobban talán azt tetszett, amikor bemutatták a különböző csillagképeket, illetve amikor azt is láthattuk, hogy hogyan vándorol a nap akár az északi féltekén, vagy amikor az egyenlítő felé is elnéztünk. Az előadás végén már a valóságban csodálhatták meg a résztvevők a tavaszi égboltot, illetve a föld közelben járó Ikea Zang üstököst. Az üstökösök óriási távolságokat barangolnak be. Most körülbelül olyan 0,7 csillagászati egységre van tőlünk. Ez azt jelenti, hogy a napföld távolság ugye az 1, akkor azt jelenti, hogy ugye annak a 150 millió kilométernek most a 70%-át kell venni, olyan közel van hozzánk idézőjelbe. Hát most ez igazából mondjuk sokat ránk nézve nem jelent, csak egy szép látvány az ég alján. A Pont ma vendége a Pécs-Baranyai TIT csillagászati szakosztályának elnöke, dr. Nagyváradi László. Sok szeretettel köszöntöm. Jó estét kívánok. Sok éves hagyomány már, hogy a csillagászat napját tavasszal rendezik meg. Mennyire aktív időszak ez csillagászati szempontból? Ez változó, igazából a tél nagyon szép égboltot biztosít, de nagyon hideg van, ezért is vannak ugye a hideg éjszakákon szép csillagos égboltképek.
Tavasszal viszont a tavaszi napi egyenlőséget követően ugye melegszik az idő, bár most a tél éppen visszatért, tehát ilyenkor az emberek jobban kimerészkednek, többet vagyunk az égbolt alatt, és ez is indokolja talán azt, hogy többet nézünk a fejünk fölé. Van most olyan érdekesség, amit mindenképp meg kell nézni? Igen, a bejátszásban is hallhattuk az üstököst, amely nem annyira látványos, de szabad szemmel jól látható. Ez a 4 magnitúdós fényrend, amire itt a kollégám utalt, azt jelenti, hogy a szabadszemes láthatóságnál egy kicsit fényesebb, és nem egy fénypont, hanem egy ilyen kis elnyúló fényfoltocska az égbolton. Jelenleg is látható, hogyha derült az ég, most pontosan nem tudom, de 7 óra fél 8 között a délnyugati égbolton Pécsről is megfigyelhető. Minden tudományágra elmondhatjuk, hogy szinte nem lehet megismerni, folyamatosan kutatják, ismerik meg őt a tudósok, de talán a csillagászat az, amelyik természetéből adódóan a végtelennel foglalkozik. Hol tart most a csillagászat tudománya? Hát keresi a végtelennek a végét, és ezért nagyon sok technikai újítást, eszközt alkalmaznak, például az űrteleszkóp, az űrtávcső, amelynek újabb generációi kerülnek már ki a világűrbe, lefőzik a földi legjobb, legnagyobb távcsöveket is. Ezektől tulajdonképpen azt várják a szakemberek, hogy ne fekete, hanem vakíton fehér égboltot lássanak. Ugyanis ha igazak az elméletek, hogy egy nagy ősrobbanással keletkezett a világegyetem, ez az ősrobbanás most tolódik, ugyan 15 milliárd év volt a korábbi elméleti időpontja, most már 18-20 milliárd évre tolják ki. Azért tolódik, mert már 15 milliárd fényévnyire, tehát a 15 milliárd éves múltban látunk objektumokat, kvazárokat, pulzárokat és más nagy távolságú égitesteket, és még mindig fekete az égbolt és hideg univerzumot látnak a szakemberek. Tehát, ha igaz az ősrobbanás, a nagy boom, akkor ez még távolabb, még több milliárd évvel később történt meg, illetve korábban, ha így tetszik, mert a csillagos égboltra nézve, ha a jövőt kutatjuk, mindig a múltba tekintünk vissza. Tehát ezek a technikai vívmányok, akár a rádiótávcsövek, akár ezek a világűrbe kihelyezett űrtávcsövek, mind messzebb kellene, hogy lássanak az időben is, és hogy felfedezzék. A számunkra persze mindig is végtelen univerzumot, amelynek legalábbis egy része ismerősebb vagy megismerhetőbb legyen. Magyar csillagászok is el tudnak jutni ilyen távolatokba? Vannak itt olyan technikai lehetőségek? Igazából Magyarországon a földi távcsövek egy nagyon kicsi része kutatja. A Csillagászati Kutatóintézet obszervatóriumai, a Fizikai Kutatóintézetnek a műszerei, amelyek űrkutatásban és földi műholdkövetésekben vesznek részt, ez a fő profil, de vannak üstökös vadászaink és kvazár, pulzárkutató szakembereink is, akik a Mátrában vagy éppen a budapesti kutatóintézetekben végzik munkájukat, de vannak olyan csillagászaink, akik a számítógépek segítségével rákapcsolódhatnak bármely nagy professzionális amerikai, nyugat-európai távcsőnek a rendszerére, és akár munkaórát kaphatnak, tehát észlelhet egy magyar csillagász is a világ óriás távcsőveivel, és ha épp akkor ő fedez fel valamit, akkor az magyar felfedezés lehet. Egy-egy ilyen különleges előadás, ami a planetáriumban van, és távcsöves megfigyelés mindig sok érdeklődőt vonz. Mennyi ilyen alkalom van itt Pécset? Rendszeresen nézhetünk ilyesmit? Igen, az elmúlt években ez mindig a hold fázisához kötötten havonta egyszer történt meg, hétvégeken. Most úgy döntött a szakosztály is, hogy talán ennél sűrűbben is érdemes az égboltot bemutatni. A hold ugyanis mindig nagyon jó azok számára, akik először néznek távcsőbe. És sajnos kevesen jönnek ezekre a bemutatókra, bár nem mondhatnám azt, hogy csökkenő, inkább növekvő az emberek létszáma, akik érdeklődnek, de most minden hétvégén tervezünk ilyet. Tehát ezúton is szeretettel meghívhatunk mindenkit a szakosztályunk tagjai által tartandó heti, szombatesti rendszerességgel történő bemutatókra. Sok éven át zárva volt a planetárium, most megint nyitva van, de még mindig hallunk olyan híreket, hogy lehet, hogy el kell onnan költözni. Igen, ez átmeneti állapot tulajdonképpen, csak mi a TIT vezetésével döntöttünk úgy, hogy amíg megoldódnak azok a lehetőségek, itt tulajdonviszonyokról van szó, ingatlan, meg új felépítmény, ahova kerülhetne a műszer, addig is a szakosztály tagjai, hát a nyári időszakban, ugye, mert itt nem érdemes sok pénzt rákölteni arra az épületre, ami igazából nagyon gyönyörű helyen van, de planetáriumnak túlságosan kiesik a városból. Hiszen ez korábban keveredett, hogy szükséges a planetárium egy magaslati pontról történő, vagy pontra történő megépítése. Igazából a csillagászati
bemutatóhelyek, tehát a távcsöves kupoláknak igen jó a hegyvidéki megépített kupola, de a planetáriumoknak éppen a városban a turisták, a lakók által könnyebben elérhető helyre kell települnie. Ez van most folyamatban, és az átmeneti időszakban pedig, hogy ne legyen zárva a nyári időszakban, tehát ilyenkor tavasztól, a csillagászat napjától őszig, késő őszig tartunk előadásokat, vasárnapi matinékat. Jenizse Pétertől hallottuk, hogy mennyi legenda kötődik a csillagokhoz, a csillagképekhez. Vajon ennek mi az oka, miért alakult ki ennyi? Az az oka, hogy meg kellett tanítani a tájékozódást mindenki számára. Ugye az embernek van egy gyermeke, akkor megtanítja neki, hogy az iskolából így tudsz hazamenni, a nagyfa mellett, vagy a sárga épület mellett, vagy a tornyot figyeld, és így tovább. Nem beszélve az ősi kultúrák, civilizációkról, mikor nem voltak térképek, iránytűk és egyéb berendezések, akkor a csillagos égbolt volt a legkézenfekvőbb dolog, akár a szárazföldi, és főként a tengeri hajózás számára. Ezért törvényszerű volt, hogy jól ismerjék a kint lévő emberek a csillagos égboltot, és ezt hagyományokkal, mesékkel, mitológiai történetekkel, mondákkal hagyományozták át a gyermekeik számára. Ez volt a legegyszerűbb. Egy érdekes mese, történet, ami a fantáziával szárnyal, az megmarad. És lám, megmaradt a 2000 éves görög mitológiai mese, Kalisztó nimfáról, ugye nagymedvéről, kismedvéről. De ezek a mesék mindig olyan módon szövődtek, hogy a valóságos megfigyelést pontosan visszaadták. Például, hogy a történetben is említett nimfa, aki gyermeke Jupitertől, vagy hát Zeustól, a görög isten, főistentől született, olyan büntetést kapott, hogy persze legyen medve, és a gyermeke kismedve, akik egymás közelébe kell, hogy legyenek, de ne érinthessék egymást, de mindig egymás körül járjanak, ez is egy bosszú, nemes bosszúja volt Hérának, és ne is fürödhessenek meg a tenger hűs vizében. Ez az egyszerű kijelentés azt is mutatta a tájékozódni kívánónak, hogy ez a csillagkép minden derült éjszaka fent van az égen. Mert ami nem merül le a tenger szintje alá, vagyis a tenger vizébe, az mindig látható, tehát ezért lett az égbolt iránytűje minden nép számára, a nagy göncöl, a kis göncöl, ami ott nagy medve, kis medve, vagy akár serpenyő csillagkép az észak-amerikai indiánoknál, vagy combcsillagkép Egyiptomban, tehát minden nép ismerte, és saját meséjével áthagyományozta az utókorra. Azt hallottuk, hogy akár most is érdemes az eget kémlelni, de 2002-ben lesz-e olyan alkalom, valami nagyon különleges, amit muszáj lesz megnézni? Minden évben vannak fogyatkozások, fedések, nap- és holdfogyatkozások. Hazánkból nézve ez az év kicsit szerényebb lesz. A bolygókat viszont folyamatosan megfigyelhetjük. Most ebben az időszakban, tehát ha valaki jelen pillanatban az üstökösön kívül érdeklődik, akkor a Jupiter, a Szaturnusz és a fényes Mars bolygó is látható a következő hetekben, napokban az égbolton, ilyenkor este napnyugtakor, és ha még nincs óraátállítás, így fél 7 és fél 8-8 óra között ezek jól megfigyelhetők. Aztán a nyár folyamán természetesen a látványos tejút, ami mindig izgatta az emberek fantáziáját, és ez tulajdonképpen, hát jó későn, hiszen a nyári égbolton a magasan járó tejút az éjféli órákban figyelhető meg, de ilyenkor az ember, ha nyaral, akkor az sem probléma, hogy későn nézzen a feje fölé, és hát tulajdonképpen azokon a helyeken, ahol a városi fényektől távol vagyunk, ott érdemes a csillagos égboltot szemlélni. Köszönöm szépen! Négy éve a szakma egyik legrangosabb hazai rendezvénye a pécsi Kerámia Biennálé. A rendezvénynek nem csupán művészi és szakmai súlya van. A kiállított kerámiákból válogatnak a hazai porcelángyárak képviselői is. A Pécsi Galériában nyitották meg az idén a tavaszi fesztivál programsorozatához kapcsolódó országos Kerámia Biennálét. A 17. alkalommal megrendezett tárlat már a igazán nagykorú, rangos eseményé nőtte ki magát a szakmában. 68 volt az első Biennál, és 1968-ban volt az új gazdasági mechanizmus vezetése, és hihetetlen változás történt Magyarországon, mind politikai, mind gazdasági téren az óta. És ott a tükrözés elmélettel már nem értünk annyira egyet, meg másképp értelmezzük, de az tény, hogy a társadalmi és gazdasági változások messze menne nyomot hagynak a művészeten is. Most, hogy mi volt a indulás, ugye a Zsolnai gyár centenáriumhoz kapcsolódott, és hogy Pécs és Baranya akkor egy kulturális fellendülő ágban volt, akkor nyílt a Siklósi Kerámia Alkotóház,
akkor indultak a biennálék, a kispöszik és a kerámia biennálék, tehát egy hatalmas lendület volt, és a művészek, akár a szobrászok, akár a kerámikusok nagyon lelkesen jöttek és állítottak ki. Idén 50 kiállító jutott túl a zsűri előzetes rostáján, így a kiállítást ezen művészek munkáiból állították össze. Teljesen nyitott szint a pályázat, nincs diplomához kötve, nincs semmilyen megkötöttség, méretbeli megkötöttségek vannak is darabszóval megkötöttség, és akkor van egy másik komoly megkötöttség viszont, hogy van egy válogató zsűri, és a válogató zsűri az, amely kiválasztja, hogy mi kerüljön bemutatásra végül. A Zsolnai gyár szakembereiből álló zsűri ezután értékelte a kiállított munkákat, és így került sor a díjak kiosztására. Az első díjazott Minya Mária, kerámikus művész, az Iparosziti Egyetem volt tanára, második díj nyugdíjas, nyugalmazott tanára, a második díjat Král Borbála, egy fiatal pályáján most induló kerámikus művész, míg a harmadik díjat Polgár Ildikó nyerte, aki már szintén 20 évvel ezelőtt volt itt Pécset kiállítva, egyéni kiállító művész is. És egy karakteres stílus irányzatot alakított ki, és terjesztette Magyarországon a fotó és szita eljárást a porcelánon. A két évvel ezelőtti nyertes Gessler Mária kiállítása a Biennáléval párhuzamosan nyílt meg, a művésznő azonban személyesen nem tudott részt venni a megnyitón. A kiállítást Kovács Gyula, a Zsolnai Porcelán Manufaktúra RT vezérigazgatója és Devics János, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma főosztályvezetője nyitották meg. A tudatos emberi alkotó tevékenység egyik első tárgya és eredménye az agyak megformálása volt. Tanújeleit megtaláljuk a legkorábbi kultúrák leletei között, az étkezési edényektől a női gyöngycsolon át, a bronzkori temetkezési urnákig, az emberi élet szinte minden vonzatában. Végül egy csütörtöki fórumunkra hívom fel figyelmüket. A Pécs TV fórum műsorában március 28-án csütörtökön 18 óra 45 perctől egyebek mellett arról beszélgetünk a Biokom Kft. Képviselőivel, hogy a hulladékgazdálkodási törvény változásai milyen kötelezettséget rónak a társaságra, mint szolgáltatóra. Ez mit jelent a lakosság számára? Szótejtünk azokról a változásokról, amelyek valamennyiünket közvetlenül érintenek. Természetesen kíváncsiak vagyunk nézőink az önök véleményére, és számítunk kérdéseikre is. Az 510-008, az 510-009-es, SMS-en a 0630-30-30-140-es, illetve a 0680-200-834-es ingyenesen hívható zöld számokon. Hívjanak, kérdezzenek, küldjék el véleményüket, és persze várjuk önöket a képernyők elé március 28-án 3:47-kor. Pont ma ennyi volt. Ne feledjék, további részleteket az interneten is találhatnak a www.mecsekportál.hu címen tallózzanak a Pécs TV oldalain. Ott is és a képernyőn is a hírekről folyamatosan tájékoztatjuk önöket, a hírek hátterével, a Pont ma friss kiadásával pedig holnap este ugyanebben az időben jelentkezünk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!